Ez a Fegyveres katona a Tizedes és a többiek című film klasszikus jelenetéből került a Nyíregyházi tárlat berendezései közé. A címadó jelenet mellett számos kiállítási tárgy és a korszakot bemutató alkotás került most a József András Múzeumba. A legfőbb cél, hogy mindenkit emlékeztessenek a 60 éve történt eseményekre. Emlékezni kell erre az eseményre, és nem csak a 60. évforduló miatt, hanem az aktualitásai miatt, amiatt, hogy ez lényegében ez az esemény, ez még nagyon benne él az emberek emlékezetében, mert sok olyan ember van, aki ezt túlélte, tapasztalta a gyermekkorában, és azt is mondtam el itt a kiállítás monitoron, hogy az a kötelessége mindenkinek, hogy ezt a felnövekvő generációknak átadja, mert a magyar nemzetnek a történet, mert így lesz egészséges, és így lesz kerek. A kiállítás a budapesti és a nyíregyházi események történetét is bemutatja, valamint rövid bepillantást enged az 56-os forradalom és szabadságharc utáni korszakba is. Előszedtük a korszak ismert ruháit, a pufajkát, a lúden kabátot, a katonák PPS géppisztolyát, amik látható is a Spice-ban. Aztán előszedtük azokat a filmeket, amelyek az 50-es években készültek, előszedtünk rádióműsorokat, amelyek a rádióban, a néprádióban hallatszanak is, és azokat a kitüntetéseket, jelvényeket, ebbe aztán a Stahonovista kitüntetéstől a későbbi munkáspalasz hatalomért már a forradalomlevelés után hatott kitüntetésig minden benne van. És persze ugye ott van egy szomorú emlék, az a bitófa, amelyik nagyon sokáig a nyíregyházi börtön udvarán állt. A tárlat a tervek szerint egészen év végéig várja majd a látogatókat. A Városi Emléknap központi ünnepsége vasárnap lesz Nyíregyházán az 56-os emlékműnél, a megyei rendezvény pedig az Áhonyi Művelődési Házban szombaton.